Iskolafelújítás. 920 millió forintos EFOPOS támogatásból újult meg a kisvárdai, Várdai Kata református általános iskola. 21. széles a Tisza. Ismét térségi hagyományőrző találkozót szerveztek Tiszalökön. Májusi havazás. A globális felmelegedés, tehát az elmúlt hetek nem mindennapi időjárásáról, a súlyos aszályokról, valamint az óriási viharokról is. €920 millió EFOPOS támogatásból újult meg a kisvárdai Várdai Kata református általános iskola. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Az iskola felújítás a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében című pályázatnak köszönhetően megújult a kollégium épülete és új épületszárnyal bővült az intézmény. A költséghatékony működtetés és fenntarthatóság mellett fontos szempont volt a felújítás során az is, hogy modern környezetben tanulhasson az idejáró több mint 600 diák. A kollégisták 42%-a kárpátaljai. Kisvárdán 1605 óta van református oktatás, amely folyamatosan fejlődött az elmúlt években. A Várdai Kata református általános iskola, a Nyírség és a Rétköz hátrányos településein élő reformátusok oktatási intézménye lett. Ma 40 településről 619 diák jár az iskolába, a kollégisták 42%-a Kárpátaljáról érkezett. Számukra ez nem csak egy iskola. Diákjaink második otthona, ahol a minőségi oktatás az infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhetően még professzionálisabb módon valósulhat meg a jövőben, és ahol olyan keresztény értékrenden alapuló nevelést kapnak tanítványai, mely jellemes, tiszta és nem eszével bíró, istenkérő emberekké formálja őket. Ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára van szükség. A tantermeket a település sportcsarnokában bérelték, és itt tartották a napi testnevelés órákat is. Pedig tényleg méltatlanak volt a mostani körülmény ahhoz, hogy itt megfelelő szintű és megfelelő minőségben tudjanak oktatást végezni. És most egy lám, egy közel 1 milliárdos beruházás megváltoztatott mindent. Lehet látni a csillogó szemeket, a várakozást, és azt, hogy megcsináltuk. Én azt gondolom, a térségnek az a legfontosabb, hogy meg tudtuk azt mutatni, meg tudták mondani a református. Mutatni a reformátusok, hogy igen, érdemes nagyokat álmodni, és a nagyokat megvalósítani. Az új épület szányban 40 fős biológia, kémia szaktantermet is kiépítettek, valamint két új közösségi tér, 6 tanterem, informatika terem, ügyviteli és igazgatói iroda is helyet kapott. Az alapterület is megnőtt, 225 négyzetméteres tornaterem áll a diákok rendelkezésére. A beruházás energetikai korszerűsítést, homlokzati hőszigetelést, kazáncserét, napelemrendszer kiépítését és új bútorok beszerzését is lehetővé tette. Az új épület szárny teljesen akadálymentes, itt található Magyarország egyik legnagyobb üvegfala, ökoterasz az utcafront felől, és a városban először itt készült izlandi zúzmó borítású zöld fal. Ez is egy példa arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához érkező térségi pályázatok hasznosak, ezért ezek nagy számban kapnak támogatást. Amit Emberi Erőforrás Operatív Fejlesztési Programból nyert a térség, illetve Kisvárda, az több mint 3 milliárd forint. Ebben egyébként több fajta projekt is van, nem csak kifejezetten az oktatási nevelési intézményeket támogattuk, hanem rengeteg olyan típusú projektünk van, ami mondjuk szociális területen vagy a társadalmi felzárkózást szolgálja. Én azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye is egyébként nyertese, mondhatjuk, az uniós fejlesztéseknek ebben az időszakban. Az elmúlt 7 éves ciklusban 980 milliárd forint volt elkülönítve különböző oktatási, kulturális, sport és egészségügyi fejlesztésekre. Országosan 14 milliárd forintos pályázati keretből 23 egyházi oktatási intézmény újult meg. Jelenleg az országban 220 ezer gyerek jár ilyen iskolába vagy óvodába, dupla annyi, mint 8 évvel ezelőtt. Egyel talán mégiscsak többet tudnak az egyházi iskolák, az pedig a keresztény nevelés és a keresztény hitre való nevelés. És ezt azért tudnunk kell, hogy nem azt jelenti, hogy a gyermekek azonnal hívő, gyakorló keresztények, reformátusok, katolikusok vagy más felekezetűek lesznek, de biztos, hogy kapnak olyan iránypontokat a tanítás, a nevelés során, amely később, amikor felnőtté válnak, nagyon sokat segít az életükben. Az államtitkár hozzátette, ezt a nevelést felnőtt korukban tudják majd igazán hasznosítani, nem csak a közösség, az egész nemzet érdekében.
Önmagunkról kell másképp gondolkodnunk, nem lehetünk tovább kishitűek, és nem gondolhatjuk azt, hogy minden nemzetnél alávalóbbak vagyunk. Európa demográfiai problémáit pedig nem lehet migrációval megoldani. Erről is beszélt Bájer Zsolt pénteken Máté Szalkán egy lakossági fórumon. Az újságíró felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy meglátása szerint Európa túlélési esélyét Kelet- és Közép-Európa határozza meg. Ezért is fontos elmenni május 26-án szavazni. Meg kell tudjuk mutatni Brüsszelnek azt, hogy bármit is állítanak, és bármit is mondanak, és bármit is akarnak ránk kényszeríteni. A jelenlegi magyar kormány mögött egy nagyon komoly társadalmi támogatottság áll. És ez legitimálja mindazt a küzdelmet, amit Brüsszel ellen folytatunk. Ehhez viszont az kell, hogy minél többen elmenjenek, és ráüssék a legitimitás pecsétjét. A családok jelentik Európa jövőjét, hangzott el az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség hétfői sajtótájékoztatóján. A szervezet országos alelnöke szerint a május 26-ai választáson a következő évtizedekre, évszázadokra a gyermekeink és unokáink számára határozzuk meg Európa sorsát. Nem lehet a fiatalok fejéből dönteni Európáról évtizedek, évszázadokat meghatározó kérdésekről. Nem lehet brüsszeli bürokratáknak a népet nem megkérdezve dönteni a mi jövőnkről. Tehát mi azt kérjük a fiataloktól, hogy menjenek el minél nagyobb számban május 26-án és a Fidesz-KDNP listáját, Orbán Viktor 7 pontját támogassák szavazatukkal. Azt gondoljuk, hogy olyan vezetésre van szükség most Európában, amely bevándorlás ellenes, megvédi Európát, nem lázálmokat kerget, hanem a magyar és az európai családokat védi, az itt élő embereket védi, az őshonos kisebbségeket, a keresztény értékeket, mindazt, ami Európát az elmúlt 2000 évben meghatározta. Több mint 400 millió forintból újult meg a tiszalöki főtér. A hivatalos átadást a 21. széles a Tisza térségi hagyományőrző találkozóval kötötték egybe. A főzőversenyen olyan különleges ételek is készültek, mint a román konyha jellegzetessége, a mics. Hagyomány maradt a Széles a Tisza fesztivál Tiszalökön, hiszen a térség lakói megszerették a rendezvényt. A városvezetésnek pedig feladata és kötelessége, hogy ilyen módon is ápolják a hagyományokat és a kultúrát, hangzott el a rendezvényen. Erre pedig az éves költségvetés tervezésekor is gondolnak, így a megrendezéshez szükséges 3 millió forintot rendszeresen előteremtik. Nem maradhat el ilyenkor a népi ételek főzőversenye sem. Nagy örömünkre most először Tiszavasvári önkormányzata is elfogadta a meghívásunkat, de Kemecséről is érkeztek, azt hiszem Hajdúdorogról is érkeztek, és természetesen tiszalöki civilek, tiszalöki önkormányzat, járási kormányhivatal csapatait volt, úgyhogy összesen talán 10 versenyeztek, és talán még 2 főztek versenyen kívül. A rendezvény egyik újdonsága, hogy idén először a megújult főtér biztosította hozzá a helyszínt. A korábbi zöld felületeket felújították, mert a több évtizedes cserjék már nehezen kezelhetőek voltak. Nagyon sok fát kivágtak, mert betegek, veszélyesek és tájidegenek voltak, helyettük újakat ültettek. 2 fát azonban megtartottak, ezek jelképezik a hagyományokat. Ennek a zöldváros projektnek egy másik eleme pedig egy kiüresedett iskolaépület, egy több mint 100 éves épület, amit átalakítottunk eszközökkel, betelepítettünk és egy szabadidős centrumot, központot alakítottunk ki, ahol konditerem, táncterem, pingpongterem, a magyar találmány, a tekbal, az is telepítésre kerül, és egy nagyon komoly konditerem, sőt 3 konditerem lett kialakítva profi eszközökkel, és várjuk majd oda azokat a, bocsánat, és a legfontosabbat elfelejtettem, egy fallabda terem is kialakításra került, ott még várjuk a biztonsági üveget, ami fontos kelléke, de az egészet június 1-től vagy elejétől szeretnénk átadni a lakosságnak. A teljes beruházás 402 millió forintos terület és településfejlesztési operatív programból valósult meg. A zsidó-keresztény párbeszéd a 21. században kialakuló fogalom és jelenség, a párbeszéd kultúrája, a modern társadalom vívmánya, ahogyan a zsidó-keresztény közeledés is. A téma kapcsán szerveztek kerekasztal beszélgetést vasárnap Nyírszőlősön. A vallási dialógus a II. Világháború és a holokauszt után kapott nagy szerepet.
Közös gyökereink és a megváltás fénye címmel szerveztek vallási dialógust a Nyírszülősi Református Gyülekezeti Házban vasárnap délután. A rendezvényen Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében a párbeszéd fontosságát emelte ki. Beszélgetve ismerjük meg egymást, ez közös és örök emberi tapasztalatunk, hogyha szóba állunk fele barátunkkal, nem félünk tőle, megszólítjuk, bizalommal fordulunk hozzá, akkor ismerjük meg. És azok a félelmeink, akár amik a nem tudásból fakadnak, azok eloszlanak. A zsidó keresztjén párbeszédről valójában csak a II. Világháború után lehet beszélni, hangzott el a találkozón. A holokauszt után a protestáns felekezetek emelték először intézményi szintre a zsidó keresztjén párbeszédet, ami elsősorban értelmezni akarta a zsidóság 20. századi tragédiáját, és tisztázni kívánta a két vallás helyes kapcsolatát. Így indult el a vallásközi párbeszéd. Azt mindenek előtt látnunk kell, hogy a zsidóság önértelmezésében nem szorul a kereszténységre, míg a kereszténységnek eredete maga a zsidóság. A fő szempont a párbeszéd értelmezésében, hogy mindenki megtartja, megőrzi a saját identitását, és tiszteli a másik meggyőződését, és megpróbál Isten és ember előtt helyes módon élni ennek fényében. A vallási dialóguson keresztül sokszor saját kérdéseinkre keressük a választ. A felekezeteknek azonban fontos, hogy egymással békében éljenek és tiszteljék egymást, tette hozzá Kósa László. Megtelt a gyülekezeti ház vasárnap délután, az érdeklődők száma is jelezte, hogy fontos a vallás kérdéseiről beszélni. Ezzel kezdte köszöntőjét Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének képviseletében. Mit is céloznak ezek a mozgalmak? Azt célozzák, hogy a közös örökségünkben, amely a Bibliában, az írásban testesül meg, azt keressék, ami összeköt bennünket, ami közös. A rendezvényen Róna Tamás, az Alföldi Régió vezető rabbija, és Gál Sándor református esperes lelkész folytatta a kerekasztal beszélgetést. A globális felmelegedés okolható az elmúlt napok nem mindennapi időjárásáért, ahogy a mögöttünk álló hónapok szárassága is ennek köszönhető. A folyamatért azonban elsősorban magunkat kell hibáztatnunk. A híradónknak nyilatkozó egyetemi oktató tapasztalatai szerint a fiatalok egyre inkább meghallják a problémát. Havazik a kékes tetőn a webkamera felvétele szerint. A videó azonban nem télen, hanem a múlt héten készült. Ezek a fotók pedig szintén arról tanúskodnak, hogy hiába mutat májust a naptár, több helyen is fehérbe borult a táj, sőt, néhol több centis hóréteg is kialakult. Egyre gyakrabban találkozunk ilyen szélsőséges időjárás jellemekkel, melyek a globális felmelegedés számlájára írhatók, ez a folyamat pedig a klímaváltozásra is jelentős hatással van. A napsugárzás az felmelegíti a légkört, felmelegíti a felszínt, az autónkat, az aszfaltot is sorolhatnám tovább, ezt mindenki tapasztalja, és ezt a fölös energiát a Föld az leadja. Leadná, hogyha a széndioxid koncentráció nem emelkedne, és a metán koncentráció, ami visszatartja. Tehát ezek úgynevezett üvegházhatású gázok. Tehát ebből az következik, hogy a légkörnek a hőmérséklete is magasabb lesz, ez viszont az óceánok hőmérsékletét is megemeli, és ez a kettő pedig a klímát, az időjárás jelentősen befolyásolja. Nemrég még kritikus aszályról számoltunk be, nyaranta pedig súlyos viharokról szólnak a hírek. Nem csoda, hogy gyakran mondjuk, megbolondult az időjárás, csak sokszor az nem jut eszünkbe, hogy ezért mi vagyunk a felelősek. A híradónknak nyilatkozó tanszékvezető azt tapasztalja, hogy a fiatalok szerencsére egyre fogékonyabbak a téma iránt. Évtizedekkel ezelőtt egy kolléga, egy szociológus kolléga azt írta az egyik cikkében, hogy generációs bomba ketyeg. Aminek az volt a lényeg, azt mondta, hogy előbb-utóbb a fiatalok fel fognak ébredni, és rá fognak jönni, hogy mi, az én generációm, tönkretesszük a jövőjüket azzal, hogy túl sok széndioxidot, túl sok szennyezőanyagot bocsájtunk a légkörbe, és ennek az árát majd nekik kell megfizetni. Ezek olyan változások, amik nagyon sokáig el fognak tartani. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a héten folytatódik a változékony időjárás, a hét második felében ismét többször várható eső és lassan melegszik az idő, vasárnap még napos időre számíthatunk, jövő héttől azonban újabb hidegfront érkezik.
11. születésnapját ünnepelte Nyíregyháza a legnagyobb bevásárlóközpontja a hétvégén. A színpadon Charlie és Tóth Vera, valamint a Budapest Jazz Orchestra szórakoztatta a belvárosba látogatókat. Péntektől vasárnapig pedig gasztrofesztivállal is készült a Korzó, ahol minőségi ételek és italok várták az érdeklődőket. Arra gondoltunk, a Korzó megkeresett minket, hogy azt szeretné, hogy egy ilyen igazán gasztronómiailag minőségi rendezvényt hozzunk össze, csak arra figyeltünk, hogy bárki, akit megjelenik, úgy tegye oda magát, hogy tényleg az megállja helyét egy ilyen jellegű rendezvényen. Kézműves sörök, itt frissen készült ételek, nem az a klasszikus vásáros felhozata, hogy előre elkészítve, kipakolva, és akkor szeregetjük, hanem tényleg frissen készül mindenkinek minden. Kézműves fagyi, fánkok, nagyon jó borok. Vereséget szenvedett Pakson a kisvárdai futballcsapat, Dajka László együttese az NB1 utolsó előtti fordulójában 1-0-ra kapott ki a hazaiaktól. A tabella 9. helyén álló kisvárda vasárnap a Mezőkövesdet fogadja. Egy nappal korábban elutazott a paksi találkozóra a kisvárda, amely győzelme esetén már a bennmaradást ünnepelhette volna. Nem estek egymásnak a csapatok, az első jelentősebb eseményre a 37. percig kellett várni, akkor Grozav lövését ütötte ki a hazaiak kapusa. A 45. percben közel járt a gólhoz a Paks, egy jobboldali beadás után Kravcsenko a gólvonalon állva fejelte ki a kapuba tartó labdát. Az 55. percben Ilics lőtt kapura, nagy azonban látványos vetődéssel hárított. A 63. percben Gosszonyi szabadrúgását védte lábbal a hazai hálóőr. A 73. percben megszerezte a vezetést a Paks, Felipe rosszul mozdult ki egy előreívelt labdára, Könyves pedig kihasználta a lehetőséget. Mivel több találat már nem született, a Paks szerezte meg a számára bennmaradás jelentő 3 pontot, a kisvárdai szurkolók pedig tovább izgulhatnak. Nem játszottunk jó meccset, engem egy kicsit nem is a vereség, tehát Pakson ki lehet kapni 1-0-ra bárkinek, inkább a mutatott játékunk bosszant egy kicsit, mert úgy gondolom, hogy valami miatt nem voltunk elég dinamikusak, nem voltunk elég ötletesek, tehát inkább azt mondom, hogy egy picit enerváltabban futballozott a csapat. Én úgy gondolom, hogy az 1 pont is azért segített volna mindenféleképpen. Mindkét csapat meg akart nyerni a mérkőzést, ez most egy kis szerencsével a Paksnak sikerült. A 32. forduló további eredményei a következők: Újpest Puskás Akadémia 0-1, Budapest Honvéd Diósgyőr 4-4, Molvidi FC MTK Budapest 4-2, Mezőkövesd Szombathely 1-0 és Ferencváros Debrecen 2-1. A tabellát a már bajnok Ferencváros vezeti 73 ponttal, megelőzve a 60 pontos Molvidi FC-t. A 35 pontos Kisvárda 9. helyen várja Mezőkövesd vasárnapi vendégjátékát. Nemzetközi kerékpárversenyt rendeznek szombaton Nyíregyházán. A belvárosban kialakított 900 méteres pályán 12 órakor korosztályos versenyekkel kezdődik a program, amely a 17 órakor rajtoló 45 kilométeres elit futammal zárul. Július 20-án és 21-én V4-ek kerékpárversenyt rendeznek a megyében. Felvezetőként szombaton Nyíregyháza nagydíjáért szállnak nyerekbe a bringások. A belvárosban kialakított 900 méteres pályán délben az U13-as korosztályi versenyével indul a program. 7 korcsoport futamai után 2 amatőr futam következik, 17 órakor pedig az elit mezőny vág neki a 45 kilométeres távnak. Lesz kontinentális induló, a szerb nemzeti válogatottra számítunk, a magyarok részéről a 2 legerősebb csapat, a Pannon, illetve az Epronex leadta a nevezését, gyakorlatilag a válogatottat ők adják. Az osztrákoknál van egy kontinentális csapat, akinek várom a visszajelzését, a csehektől a Tufo leadta a nevezést, ez szintén egy kontinentális csapat, illetve a szlovákoknál van egy klubcsapat. A megyeszékhely alpolgármestere szerint a versenynek a sportértéken túl turisztikai hozadéka is lehet. Nyíregyházának ez egy kiváló alkalom arra, hogy a kerékpárnak a szerelmeseivel, a kerékpársport szerelmeseivel megismertethessük testközelből azt, hogy milyen egy profi verseny, milyen az, amikor itt az emberek igen kerékpárval szinte egymásnak mennek, vagy 2-3 centire mennek el egymástól, hogy lássanak ilyet is. Meglátványnak sem, azt gondolom, hogy egy utolsó dolog, és remélem azt, hogy Európából minél több ember megismeri a városunknak a nevét, a megyénket, illetve ezt az egész régiót, és minél többen fognak ide ellátogatni. Az elitfutam dobogósai között 250 ezer forint pénzdíjat osztanak szét. A versenyen itt lesz a Giro d'Italia nagykövete, a kétszeres győztes Gilberto Simoni is. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
mérföldkőhöz érkezett az 1605 óta működő református oktatás Kisvárdán. Az iskolafejlesztés a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében című EFOPOS pályázatnak köszönhetően 920 millió forintból újult meg a Várdai Kata Református Általános Iskola. Így most már elegendő közösségi tér és tanterem áll a 40 településről, köztük Kárpátaljáról idejáró több mint 600 diák számára. Az energetikai korszerűsítés, a homlokzati hőszigetelés és a kazáncserek költséghatékonyabb működést biztosít az intézmény számára. A terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően 402 millió forintból újult meg a tiszalöki főtér. Az előregedett fák és cserjék helyére újat ültettek, és napelemeket is elhelyeztek a téren. Ezt a 21. széles a Tisza térségi hagyományőrző találkozóval egybekötve adták át. Egyre gyakrabban találkozunk szélsőséges időjárási elemekkel, amelyek a globális felmelegedés számlájára írhatóak. Súlyos aszályokat, óriási viharok követnek, ez a folyamat pedig a klímaváltozásra is jelentős hatással van. Önök a Költség Televízió híradóját látták május 13-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfő délután eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor több helyen valószínű, néhol zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 11 fok között alakul. Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, zápor több felé valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, keleten lesz a melegebb. A hét közepén erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző, és több helyütt számítani kell esőre, záporra, helyenként zivatarra is.